Az ötödik helyen zárta az előző idényt az NB2 északkeleti csoportjában a Máté Szalkai együttes. A bajnokság zárása után már lehetett tudni, hogy átalakul a keret, végül 80 fejezték be pályafutásukat. A klub vezetése úgy döntött, hogy a fiataloknak szavaz bizalmat a 2023-24-es szezonban. A Esze Tamás gimnáziumban és a gépészeti szakközépiskolába mentek azok a tanulók, akik a tavalyi U19-es bajnokságba ezüstérmesek lettek. Azt gondolom, hogy 14-15 évesként ez egy nagyon nagy dolog, és mi bizalmat szavaztunk nekik erre a szezonra. Így aztán a felnőtt csapatból igazából, aki a felnőtt csapat magját adja, az a 7 játékos, úgyhogy igazoltunk Balmazújvárosból és Nyíradonyból egy játékos még, és az összes többit 13 gyerekkel, mert mondhatom így nyugodtan, hogy gyerekkel, hiszen 14-15-16 éves gyerekekkel töltöttük fel a felnőtt csapatot. Így aztán a új edzőnek, a régi új edzőnek, Drabik Péternek ilyen szempontból könnyű dolga volt, hiszen hazaiakkal kezdhette meg a felkészülést, a lányok rendelkezésre álltak augusztus elejétől, az a pár ember, aki pedig nem Máté Szalkai, az pedig szakított időt rá, hogy megfelelő edzésmunkával be tudjon kapcsolódni majd abba a szakmai munkába, amit elvárnánk a csapattól. Drabik Péter edző szerint a tervezett munkát elvégezték, az viszont csak a bajnokságban derül majd ki, hogy mire lesz képes az alaposan megfiatalított Máté Szalkai együttes. Egy elég hosszú alapozási időszakunk volt, augusztus első hete után kezdtük, napi két edzéssel készültünk, rengeteget dolgoztunk, tudjuk, hogy nehéz dolgunk van, és ennek megfelelően próbáltunk nagy energiákat megmozgatni. Hát dolgoztak a lányok, majd a bajnokságban meglátjuk, hogy mennyire sikerül ezt átvinni, vagy sikerül-e. A szövetség átszervezte az NB2-es bajnokságot. 8 csapatos csoportot alakítottak ki. A Máté Szalka a D jelű csoportban kapott helyet, a Miskolc, a DVSC U21, az Eger U21, a Hajdúböszörmény, a Kálói-Semjén, az Ungvár és a Vitka Ese társaságában. Az első 4 helyezett csapat a C csoport első 4-esével, az 5.-8. helyen végzők a C csoport ugyanazon helyen végző 4-esével folytatják. Ez egy átmeneti évre számunkra, és bizalmat szavazunk minél több embernek. Ez már az edzőmeccsek alapján kiderült, hogy Drabik Péter bátran nyúl hozzá a fiatalokhoz, forgatja őket, nem csak perceket kapnak, hanem félidőket ezek a játékosok. Úgyhogy én bízom benne, hogy akár meglepetésként még talán egy felsőházi rájátszás, de hogyha az alsóházba fogunk szerepelni, és ott a végén az alsóház elején fogunk végezni, annak is nagyon fogunk örülni. A Máté Szalkai MTK a nyitófordulóban vasárnap Kálói-Seményben lép pályára.